Miután a Magyar Kupa megyei selejtezőjéből a Baktoló Rendháza feljutott az országos főtáblára, a megyei első osztályú csapat egy hosszabbítás utáni 4-4-es döntetlennel záruló mérkőzést követően 11-esekkel kiejtette az NB2-es Cigándot. A legjobb 32 közé jutásért a mai sorsoláson az NB3 középcsoportjában jelenleg 16. helyen álló Gyulát kapta Illés László együttese. Ilyenkor a alacsonyabb osztályú csapatoknak van kívánsága, miénk az volt elsődlegesen, hogyha lehet, akkor hazai pályán játszunk. A második kívánság az pedig egy-két pontos kívánság volt. Egyik az, hogy vagy egy verhető csapattal találkozunk, vagy valamilyen nagy múltú csapattal, mondanak itt egy Ferencváros, egy Újpest, egy Vasasra, vagy esetleg egy Nyíregyházára, hogy olyan csapattal találkozunk, akit ebből a megyéb ismernek. Hát véleményem szerint ez bejött. Ugye a Gyulát kaptuk, a Gyula egy NB3-as csapat, aki inkább a kieső zónához tartozik. A hazai pálya előnyét is figyelembe véve, én úgy gondolom, hogy 50% esélyünk van ezen a mérkőzésen. A Baktoló Rendház október 26-án fogadja Gyulát. Addig azonban még 3 bajnoki mérkőzés vár a csapatra, amely a legutóbbi fordulóban 8-2-re győzött Szakolyban, és jelenleg 13 ponttal a 7. helyen áll a tabellán. Rosszul kezdtük a bajnokságot, időzőjelbe téve, mert volt egy olyan szisztéma a csapat környékén, hogy a Magyar Kupára megpróbálunk ráfeküdni. Már régen voltunk ilyen magasan a Magyar Kupában, tehát cél volt az, hogy Magyar Kupában minél tovább jussunk, és a sorozatos terheléseket azt nem igazán bírta el a csapat. Egy-egy szerdát még el is bírta a sorozatot, azt nem bírta el, és ez a bajnokság rovására ment. Én láttam a Szokott játszani előtte kétszer is, jó benyomást tett rám egy játékos csapat, akinek megvannak ugye a hibái is, és ezt próbáltuk kielemezni, ezt kihasználni. A jelek szerint sikerült, ugye azt nem igazán árulnám el, hogy mi volt ez, mert akkor a többi csapatnak ezzel csak tippet adok, hogy mit ne csináljanak ellenünk, de azt mondom, hogy van olyan, amikor mindenben jön, ez nem teljes mértékben ez a kategória volt, de azért elég sok minden sikerült az első fél időben. A Baktoló Rendháza következő bajnoki fordulóban szombaton a Gyulaháza csapatát fogadja.